Sziasztok! Ma a folytatomató távolról a 2 Empire Divided kihívásos végigjátszásomat Palmyrával, és itt maradt abba ugye, hogy megtámadtam Rómát, és ugye ostrom alatt tartom. Volt ugye egy csatám a szaxonok ellen, amiben elveszítettem sajnos egy csapat palaszgárdot, meg majdnem egy csapat palmyrai birodalmi katafraktot is. Akiket valójában tudnék inkább pótolni, vagy gyorsabb lenne, hogyha pótolnám őket, ugye egy újat képzek helyette. Ja, legyen így. És ugye legyőztem a Markomannokat és a Quadit, a Quadi frakciót, most már maradtak még ugye a... aki két nagyobb nép, ugye azok a szaxonok, és az annál nagyobb nép, ugye a kaledónok. Oké, azt hiszem jöhet egy körváltás. Még ugye van 6 nép a játékban, amiből 2-t nem ismerek. Vazallusaim lennének a szaxonok, azért az durva. Ugyanúgy a kaledónok is. Ott van ugye a térkép ilyen... Kaledónoknak ugye a térkép ilyen 20% az övék, vagy á, legyen majdnem 30, ugye. Szaxonoknak szintén van egy olyan 15% is vazallusok lennének. Ó, várjunk, a 30% az egy kicsit túlzás. Szaxonoknak egy olyan 5% talán, a kaledónoknak pedig 10, ami a térképből az övék. Oké, amúgy épülnek a... Kell ugye ez a speciális épület, az is. Oké. És irány előre. Várjunk, ostrom alá vettem az ellenséget, és nem veszítik a katonákat. Az igen. És ezzel meg lett ugye Lóma, amit felégetünk, mert gonoszak. Ide tudom helyezni a fővárost. Nem. Palmyra az igazi fővárosunk. És vége a frakciónak, király. Oké, kéne ugye egy olyan, hogy minimális... hogy ezzel a karakterrel sikkasztani ugye körönként, legalább egyszer. Tizenkét körmire elkészül ez.
Az jó sok idő. Na jó, ezeket itt ugye le kéne győzni. Norejánál. Amennyiből lehet ugye minimális veszteséggel persze. És irány előre. Van néhány jó egység, például ugye a zsoldos páncélozott kartforgató, vagy a Gedrit Spearman, de ez egy ilyen gyengébb sereg. Semmi komoly. Á, mondjuk az elit szakszon előcsatározó az rendkívül jó. Szóval ez az egység, ez nagyon-nagyon jó egység. Mert ugye erősek távolsági harcban, jól bírják a lövéseket, mert ugye jó testpáncél, jó pajzs, és ugyanúgy közelharcban is nagyon jók.
Ezeket miért halnak ilyen gyorsan? Még gladiátorok ellen harcolnak, így nem meglepő. Oké, annyira rossz nem volt. Ugye kicsit rossz volt ugye, mert a bal szárnyon ott voltak a fák, így a lovas rohamok azok gyengébbek voltak, plusz még középen is ott volt. Na de a végén győztünk. Küldöm előre a kémeket, hogy lássam mi a helyzet. Eléggé védtelenek itt a városok, ha jól látom. Igen, ugye ezt a sereget el kéne intézni. Plusz ugye itt meg kell várja, még véget ér a járvány, tudja, hogy tart még vagy 3-4 körig. És ugye rásoljuk az ellenséget, amennyiből lehet. Oké, egész jó. És az arány is, amit adott, ugye. Plusz lesz újra töltődés, és annak a seregnek valójában annyi, mert nincs hova meneküljenek. Mission successful, király. És legyen ennyi Makedónia, Akhája és Trákia, ami szintén megvan. Oké, ott még mindig tart a járvány. Nem jó. És következő körben elkészült ugye a fullos germán lándzsa mestersereg.
for battle. Our path is blocked. Ready for battle. Proceed. Make haste. We have supplies. We are ready. Ready for battle. Amennyiből lehet, ugye minden több területet gyorsan el kell foglaljak. Még mielőtt új seregeket állítanak fel. Rendben, amúgy még ugye 7 kör, meg még azt hiszem utána még 12 kör, még meg lesz ugye ez az épület is. 7 kör meg lesz a Kolosseum, 11 kör meg lesz ugye ez a nagy bazárféleség. Ja. Nagyjából mire elfoglalom a térképet, addigra meg lesznek a speciális épületek is. Ha visszaveszek az adóból, mennyi bevételem marad? Mínuszba vagyunk. Az nem jó. Na jó, legyen még egy körváltás. Annyi az egész, hogy ezek után már csak egyik területen tudom elfoglalni a másik után. Nincs mivel megállítsanak. Lehet ugye, hogy néha-néha beleszaladok egy sereggel egy nagyobb ellenséges seregbe, de kb. Annyi. De a városok azok rendkívül védtelenek. Ja, például még ugye a kaledónok támadhatnak Afrikából, vagy Afrikába betámadhatnak még ugye. Járvány Norejában. Plusz ellopták az adót Lugiaiból, hát persze. Oké, ez az épület ide már nem kell. Van egy kemény barbár seregem.
Oké, erősítsük az íjászokat, ugye, hogy minél messzébb lőjenek. Oké, amúgy a szaxonoknak egy-kettő, nincsen valami, egy-kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc terület, ha minden igaz. Az nem olyan sok. Amiből most el is veszünk egyet. Elveszünk még egyet. És ugye itt van Treva például, itt jó gyorsan végigmegyünk rajtuk. Ott vannak ugye még a frankok is, de könnyű lesz lenyomni őket. Oké, okay, azt hiszem jöhet még egy körváltás. Ezzel a sereggel erre. És itt még mindig járvány van, a fene vigyel. Jó sokáig tart az a járvány amúgy. Rendben, ugye sok helyen romboltam le ugye épületet, vagy át kell építeni. Oké, okay, sikerült elfoglalni ugye a fővárosukat. Thank you.
Ide még kell egy csapat íjász. És irány erre. Arra gondoltam, csak felhúzom az adót maximumra, mert kell ugye az az extra bevétel, hogy minél jobban tudjam fejleszteni a városokat. Plusz a szaxonoknak mindössze 1-2-3 területe maradt. Wow! Azért az jó. És itt még mindig járvány van, az komoly. Rendben, legyen még egy körváltás, majdnem. Okay. Ja, nagyon szeretnék ugye azt a izét, azt a békét. Oké, el kéne venni ugye ezt is. És szerintem egy sereg a frankok ellen elég lesz. Tart még a járvány? Nem, elmúlt, na végre. Ideje volt. Oké, polgárháború az kizárt dolog, hogy lesz. Rendben, itt ugye még két kör még átépítem a barakkot. El kéne venni akkor izét. Masszaliát. Yeah!
És vegyük el Narbót is. A egészségemre köszönöm szépen. Rendben, azt emiatt még egy körváltás. Lássuk, mit lépnek ugye a kaledónok. Hát legelőször ugye azzal kezdik, hogy behódolnának, de az nem kell. Oh, hello. Azt hittem megtámadnak, de mégsem. És ha jól láttam, nincs élelmük. Ami a legjobb. És Pataviumban pedig járvány lett, Latiumban pedig unrest. Ja, a banditák miatt. Azt csökkenteni kell ugye a bandita tevékenységet. Remek. A frakciónak nincs több területe. Még ugye léteznek, de az már lényegtelen. És a frakciónak vége, szép. Rendben. Oké, okay, el kéne venni még Bibraktot. Lehetnék képezni Gall egységeket. Gall nehéz gyalogos. Még a Gall nehéz gyalogos szerintem ugyanolyan, mint a Germán, szóval nem hiszem, hogy legyen különbség köztük. Nem igazán. Jó, te jó, itt van. 2, 4, 6, 7 ügynök van itt.
Az komoly. Várjuk, innen hiányzik egy csapat lovas. Na jó, már arra gondoltam, zárom a videót. Van 2, 4, 6, nem lovas hiányzik, 2, 4, 6, ja igen, Palace Guard hiányzik. Oké, nem baj. A flottával akkor csak el kéne jönni ide és azért elfoglalni például ugye Ebusust. Mert hát miért ne? Plusz a kémeket egy kicsit előre küldöm, például ott van ugye egy csapat. És felderítés ugye sosem árt. Oké, amúgy meg lehet, hogy a következő rész lesz az utolsó, mivel a megmaradt területeket egyszerűen egyiket a másik után tudom elfoglalni nagyon kis problémával. Na de kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!